Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás. Mielőtt kitérnék arra, hogy mit mutatnak a kártyák, szeretném megemlíteni azt, hogy vannak új felvételeim, és ez rendszeresen fog jönni, ahol mutatom a kártya gyűjteményemet. Hogy tudjátok azt, hogy melyik csomagban, hogy néznek ki a kártyák, és mit jelentenek. Kitérek a Lenormand kártyákra, a cigány kártyára, a kiper kártyára, és a táró kártyákra. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata itt felül és alul látható. Itt a kelyhek utalnak az ő érzelmeire, jelentik a múltat is, hiszen ő ennek már hátat fordít. Ez itt a könnyek mezeje, és jelenti nála a változásokat, hiszen mindazt lezárja, ami elszomorította őt. Most kicsit befele fordul, meditál valami felett. Nem sieti el a dolgokat. Az érzelmei itt bal oldalon láthatóak. Itt a torony jelenti a változásokat, hiszen jelenleg úgy érzi, hogy minden összeomlik körülötte. Itt van a tolvaj, aki ebben az esetben segíteni tud, hiszen eltávolítja ezt a helyzetet. Ha te egy hölgy vagy, akkor, mint egy királynő, megjelensz az ő érzelmeiben. Ő így tekint rád, és mint királynő uralkodsz a kelyhek felett, és a kelyhek jelentik a víz elemét, ahol érzelmekről van szó. Vannak elvárásai vagy vágyai, szeretné azt, ha te is kimutatnád az érzelmeidet. Mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Ő kicsit bizonytalan még, mert nem tudja, mi történik, ha egy lépéssel közeledik feléd. Mi van akkor? Ott van még a talaj a lába alatt, vagy lezuhan a mélybe. De a mágikus, vagy ez a varázsló segíteni fog. Ez az energia kettőtök között, ez a varázslatos kisugárzás, vonzalom. Lesz közeledés, és mindketten kimutatjátok az érzelmeiteket. Itt kialakul egy szép párkapcsolat. Most megnézzük, hogy mit mutatnak még a képek. Mi felett meditál? Miért olyan visszahúzódó jelenleg? Itt az egerek eltávolítják ezt a csendes időszakot, amikor olyan visszahúzódó, hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát lezárják hamarosan ezt a helyzetet. Amit az egerek még jelenthetnek, ez a veszteség. Lehet, hogy itt voltak csalódások, vagy vannak félelmek, hogy elveszíti a munkáját, vagy kiadás lesz, vagy hogy elveszít téged. És most még visszahúzódó, elgondolkozik azon, hogyan tovább, hogyan kellene rendeznie a helyzetet, de ez az időszak hamarosan elmúlik. Mi az, amitől ő most elbúcsúzik? Itt a hajó jelenti a reményt, hogy megvan a remény arra, hogy le tudja zárni a múltját. A hajó jelenthet külföldi kapcsolatokat is, lehet, hogy egy utazás alkalmával vagy külföldön érték ezek a csalódások. Ez a hajó jelenti a külföldi kapcsolatokat, ez lehet internet kapcsolat is. És mi omlik össze nála? Itt látható a virágcsokor,
ami jelent egy szerencsés fordulatot. Ez a virágcsokor utalhat május hónapra is, lehet, hogy májusban történt valami, és emiatt vannak most ezek a változások. De ő bízik abban, hogy a tolvaj eltávolítja ezt a helyzetet, és akkor itt kivirágzik minden. És mit jelent ez számára? Itt látható a gyűrű, keresi veled újra a kapcsolatot, visszatér hozzád, sőt, lehet egy eljegyzés tervezése is. És mit mutat a tolvaj? Itt a hegy jelenti a nehézségeket, a problémákat, az akadályokat, de a tolvaj eltávolítja ezt is. És miért ilyen bizonytalan? Mert a fa azt jelenti, hogy még időre van szüksége, amíg konkrét döntéseket hoz, vagy amíg kimutatja az érzelmeit, hiszen egy fának is időre van szüksége, amíg gyümölcsözik, vagy a fa jelenthet egészségügyi témákat, hogy nem érzi jól magát, vagy betegíti őt egy bizonyos helyzet, tehát kell még kicsit a türelem. Miről számol be a varázsló? Hogy lesz egy szerencsés fordulat. És a vonzalom, a kapcsolat kettőtök között. Ő egy új irányba tekint, vagy odafigyel rád, majd ő irányítja a dolgokat. Az ő jelenlegi helyzete itt kisüt a nap, kiderül a valóság, látni akar téged, tisztázódnak bizonyos dolgok, és a te energiád itt van a kulcs, jelenti a magabiztonságodat, azon kívül azt is, hogy ezzel a kulcssal lezársz valamit, és megvan a bizalom, hogy a kulcs kinyit egy új ajtót, ezek a lehetőségek, és ez lehet egy új kezdet kettőtök között. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Annak is örülnék, ha leírnád a véleményedet a kommentárba. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!